A V61 Albarégia Galamb és Kisállattenyésztők Egyesületek kiállításának keretében díszmadarakat, egzotikus madarakat, díszbaromfikat, különleges galambokat, illetve nyulakat tekinthetnek meg a látogatók. A nagyszámú érdeklődő találkozhat a székesfehérvári bukógalamb számos példányával is, de bizonyosan nagy sikert aratnak a hagyományos és díszbaromfik, illetve az óriás nyulak is. 350 galamb van, 32 fajtájba. Köztük a székesfehérvári bukó, ugye természetesen, és hát vannak érdekesség, van olyan galambfajta, amelyik először van a mi kiállításunkon bemutatva, az a kakasdi székelybegyes, de vannak itt, amik a mi tenyésztőink tenyésztenek. A hagyományos hétvége szervezőinek célja, hogy népszerűsítsék a természethez való visszatérést és nyissanak a fiatalság felé, ismét megvalósulhat, és elnézve a kiállítás programját, idén is különleges élményt nyújthat a sokszínű találkozó. A gyermekeknek, tehát 14-15 éves korig ők ingyenesen jöhetnek, és a szervezett csoportok is, akik bejelentkeztek, úgy hirdettük, de hát ha ide jönne bármilyen olyan csoport, aki tényleg annak minden tulajdonságát, annak csoporthoz való tartozást mutatja, azok jöhetnek ingyen. A kiállítás szombaton 8-tól 18 óráig, vasárnap pedig 8-tól 14 óráig tekinthető meg. A szervezők igény szerint szakemberek segítségével vezetést biztosítanak a csoportoknak.